úgy gondolom, hogy akkor tudok önazonos művész lenni, hogyha tudom, hogy nekem hol van a helyem. És akkor ezzel vissza is kanyarodok arra a kérdésére, hogy ezt az utat választottam, hogy tényleg azért választottam, vagy azért csinálom ezt, mert azt érzem, hogy ez az én helyem, ez az én utam. Én is tudatosan sokat dolgozom, és sokat dolgoztam mindig is. Már csak akkor is, még akkor is, amikor 14 évesen például a Bartók konzervatóriumban itthon Budapesten gyakorlatokat tanultam, ugye, az már arról szólt, hogy ének zongora. És én akkor még nem is gondolkoztam azon, hogy én énekes zongorista előadó művészként ezt fogom csinálni. Utolsó számban hallottak, egy elég összetett zenei anyag, más ritmikában kell zongoráznom, és más ritmikában, más metrumban énekelnem. Ezt igazából nem hiszem, hogy meg tudnám most csinálni anélkül, hogy ott sok évig nagyon-nagyon keményen ezeket a dolgokat beépítettem, illetve dolgoztam rajta. A másik pedig az a visszajelzések. Tehát az, hogyha kapok megerősítést, hogyha látom a közönségen, hogy tudok nekik valamit adni. Ezt is nevezhetjük a sorsnak a jelének, hogyha érzem azt, hogy ennek helyen van és értelme. Az meg, hogy milyen zenét játszunk, hogy ez egy elég összetett és kacifántos és nagyon-nagyon színes műsor. Ezt igazából a közönség tudja megmondani, hogy ez mennyire befogadható. Most a közönség arcait, illetve mindenki, aki most jön kifelé a teremből, ez igazából nekem pozitív visszajelzés, ugyanis azt látom, hogy mindenkinek ragyog az arca, és hogy nem hiába dolgozunk ezen a műsoron, mert tudunk adni az embereknek valamit, amit máshonnan nem kapnak meg. Nagy sikere lesz még, előbb-utóbb egyre magasabbra. Tamara egyszerűen kiemelkedő. Lehet azt mondani, hogy Mózes Tamara egy nemzetközi sztár, és most itthon akar befutni? Nem tudjuk ugye, mit jelent ez a sztár szó. Én zenésznek vallom magamat, és nagyon remélem, hogy ugye gyakorlatilag a zeném sok emberhez eljut. Alapvetően ez a célom. Hogyha ezt társágnak nevezzük, akkor nevezzük annak. Mindenképpen nemzetközinek vallom magam most már, mert az műsoromat is úgy állítom össze, hogy nemzetközi közönséghez is szóljon. A mai programban, ahogy hallották, voltak magyar nyelvű számok is, de érdekesség, hogy külföldön is szoktam néha magyarul énekelni, tehát jól veszi ki magát.